Sziasztok, Neo vagyok. Pyclust fogjuk gyorsan megvizsgálni. Hát, effektíve gyorsan igyekszem minél gyorsabban infózni majd. Igazából ez egy kombókra fog épülni ez a kaszt, ami óriási, nagyon kis ficánkkal lesz. Hát én a Spearhez tudnám hasonlítani a sebzéseit, de egyszerűen nagyon jó. Tehát annyira lehet tényleg kavarni benne a dolgokat, hogy az valami elképesztő. Ugye három alapszkéje van, és két ultia van ennek a kasznak, és lehet teljesen jó variálni. Ha szeretné, ugye kettőt szúrsz ugye a pikával, utána egyet hátraugrasz, vagy fordítva. Egyet szúrsz a pikával, egyet hátraugrasz, és utána visszacsapsz egyet. Ugye van ez a lecsapása, a szúrása és az elmenekülés. És ebből ugye háromféle dolgot fogsz tudni mindig elnyomni. Viszonyatosan jól meg lehet csavarni a dolgokat. Ha szeretné, akkor csak szúrsz vele háromszor. Ha szeretné, csak lecsapsz vele háromszor. Vagy így például szúrsz egyet, hátraugrasz és visszacsapsz. Egyszerűen is az ulti végén is ki tudod válaszolni három közül, hogy mivel szeretnéd befejezni. Tehát egyszerűen, nem találok szavakat, gyerekek, ez iszonyatosan jó. Hátraugrasz, visszaszúrsz és lecsapsz. Borzadály. Nem tudom. Elhittetem vele, hogy visszamenekülsz, hogy neked ebből elég volt, és utána kész. Hát így például csak szúrtam. Egyszerűen lehetetlen lesz szerintem kiismerni igazából, mivel te tudod mindig eldönteni, mivel fogod befejezni a dolgot. Vagy hogy csinálod. A plusz statokat viszont nem ad a képességek, mint ahogy a többi kasznál. De nem is tudom, nem is biztos, hogy fog hiányozni. Hát, majd kider. Egyszerűen vicc. Én nagyon élvezem, most is szeretném hagyni a tesztszerben. Nagyon jó. Már önmagában ez a... Tehát már, ha nem is használod a képességet, akkor is tök jó elugrik. Hát most például háromszor ugrottam volna, ha nem szólnék be. A harmadik egyébként szintén sem vesző, tehát első kettőnél is. De Leo kimászik innen. Újra kezdjük. Úgy. Három szúrás, ennyi. A harmadik szúrás fölborít egyébként. Iszonyat. Hát meg ugye a lecsapás, ez olyan glab is. Egy az egyben. A Glavi meg a Speednek a keveréke. Egy kis íjász mozgékonysággal, tehát eljom az ultit és utána befejezem. Könnyen sebződik viszont. Addig buhockodtam, amíg még majdnem meg nem ölt. De aztán elkezdtem komolyan menni a csatát. Úgy éreztem, hogy méltó ellenfelek vagyunk egymásnak az NPC-vel. Ja, nem tetszik. Szerintem ez a szezon nagyon jó lesz, gyerekek. Sok változás lesz, ez biztos. Valamennyire balanszolni fogják a többi hőst is egyébként, amire szükség is lesz, de nem lesz ezzel baj. Hiszen nem lesz egyébként túl erős, meg könnyen hal, azt veszem észre, hiába médium armoros. De egyszerűen élmény vele játszani. És ezek a kombók, tehát nem lesz bonyolult. Pár perc után mindenki rá fog érezni. A kérdés, hogy ragad meg a fejedbe, hogy mikor mit csinálsz vele, de ennyi. Csak kicsináltam. Nagyon adtam. Igazából egyébként ez már vagy a tizedik csatán volt. Nem más nem csináltam, csak püföltem szegényt, már nagyon volt a szegényben. Majd még kifogjuk, meg fogom nézni a másik ultiát is. Kijövünk, megnézzük a skilleket. Igen, már egy kicsit változtattam, nem tetszett a bukós isak. Hát én most így játszottam ugye, Stranger raktam egy kicsit, bár azt mondják Agility-re is érdemes a piercing véget, de így is mindenki úgy fogja rakni, ahogy neki jó. Tehát itt ugye ezeknél a régebbi típusoknál 6 plusz statot, viszont a Pike-nál nincs ilyen, tehát hiába én átnéztem egyesével és sehol sem találtam, viszont egy dézed effekt ellen fog. Tehát ha dézedbe vagy, akkor azokból föl fogsz tudni elni ezekből. Kb. Az összes képessége arra jó. Na, nem baj. Nem tudom. Igazából ennek szerint lesz gyengéje. Szerintem egyébként a Dual Blade is elég gyorsan el fogja kapni. A képességek nagyon jók. Az a baj, nekem fura ki volt nyoma, de szerintem ugye úgy lesz, hogy szépen egyesével aktiválhatod, és ahogy alakul, majd úgy jössz egyre előrébb. Tehát az elején csak háromszor az alapskillt fogod tudni ellőni, és akkor az alapok fognak menni.
Beraktuk a főútit, még ezt megnézzük gyorsan. Reméljük gyorsan betölt. Egyébként tök jó lett a teszerver, egy fokkal gyorsabb, mint volt az elmúlt pár teszerver. Igazából most már hármat voltam, ugye? Eddig mindig nagyon lassú volt, hogy valamit aktiváltam, és egy fél perccel később történtek a dolgok. Most egész faszának tűnik, szóval elképzelhető, lekopogom, hogy a sima szervereket is karban tartják majd, vagy egy 67-es, vagy nem tudom, valamit csinálnak vele. Igen, szóval ez a feltöltős ulti, ez annyira nem egy... A másik az jobb szerintem, ez a futás. Ezt jobban adom. Menőbb. De minden egyes mozdulata egyébként imádni való ennek a pályáknak. Mindenkinek javaslom majd, hogy próbálja ki, kezdje el kiszedni. Ugye meg is lehetett venni, de simán meg lehet kiszedni. Ugye a ilyen stage-ekben lesz, hát ilyen kis küldetéseket kell majd csinálni. Ugye úgy challenge-eket, ezt a szót kerested, de jó. Szóval challenge-eket kell majd végrehajtani. Nem tudom, nem tudok elmondani. Hát iszonyat borzalmasan tetszik. Nagyon csipázom. Tartsatok velem legközelebb is, még majd egy minitokra fogok szerintem egy videót csinálni. Aha, érdekel titeket. Bár igazából ugye két nap is rajta leszünk a dolgon. Nagyon tetszik. Hú, gyerekek. Jó lesz ez a szezon. Nem kell állni a károgások. Ez lesz a legjobb szezon. Na jó, nem a legjobb, de biztos, hogy sok változás lesz és sok újdonság. Egyetek jó, sziasztok!